Sziasztok! Hát nem is tudom megmondani, hogy mikor élőztem ezen az oldalon utoljára, vagy egyáltalán élőztem-e itt, de most úgy döntöttem, hogy kijövök a szárt csoportból erre az oldalamra, és itt fogunk válaszolni egy-egy olyan kérdésre Malek Ádámmal közösen, ami a matracok mély takarítására vonatkozott. Ugye 2 héttel ezelőtt a zárt csoportban, a takarítás kívül és belül csoportban arról beszélgettünk, hogy miért is fontos a matracok rendszeres mély takarítása, és ezzel kapcsolatban több kérdés érkezett. A beszélgetést ezt a YouTube csatornán megnézhetitek, és most pedig behívom Ádámot. Remélem, hogy... Hát, Ádám, kérned kell a belépést, mert már megvagy, jó. Na. Hát, figyelj, azt írja, hogy nem tudsz csatlakozni hozzám valamiért. Türelmesen. Technika ördöge itt van velünk. Na, szerintem most jó lesz. Na, reméljük, itt is lesz. Azt írja, hogy hozzáadás folyamatban. Hú, de iszkolok. Na, hadd nézzük. A csoportban nagyon-nagyon egyszerűen sikerül ugye résztvevőt hozzátenni az élőhöz, de egy Facebook csoporton kívül nem, de sikerült. Szia, Ádám! Szia! Szia, Léna! Na, akkor itt vagyunk. Ha valaki hall minket, akkor legyen szíves, írja meg, hogy mindkettőnket jól hallja-e, jól látja-e. Tudjátok, ezek a technikai részletek és információk szükségesek ahhoz, hogy ti is élvezni tudjátok ezt a beszélgetést. Szia, Ádám! Ja. Hát Ádámot gyorsan bemutatom egy pár szóval, hiszen ahogy mondtam, nem itt élőztünk a múltkor, hanem a zárt csoportban, és nem vagyok biztos abban, hogy Ádámot mindenki ismeri. Hát ő az a porszívós fiú, aki a nőknek mindent kívánságát teljesíti, na de csak a takarítással és a tisztasággal kapcsolatban. Így van. Ádám az allergiamentes otthonok szakértője, és ő segít nekünk abban, hogy hogyan is lehet ezeket az allergiával kapcsolatos dolgokat, mint például a poratka vagy a porallergia száműzni az otthonunkba. Ugye egy beszélgetést már készítettünk erről, ezt fent van a YouTube csatornán, majd be is linkelem ide alulra, hogy tudjátok megnézni. Érdemes megnézni, mert nagyon sok mindenre választ adtunk ott. És ugye felmerültek kérdések még pluszban. Az egyik kérdésre megválaszoljuk most a kis mondani valónkat, és 2 hét múlva majd a másik kérdésre, és így tovább. Szeretnénk Ádámmal rendszeresen, 2 hetenként, kedden, este, 20 órakor ide hozzátok bejönni egy-egy témával kapcsolatban. Úgyhogy, ha most is felmerül bennetek valami, akkor azt írjátok meg, és válaszolni fogunk a következő alkalommal. Na szóval, Ádám, azt a kérdést kaptuk első körben, hogy oké, hogy ugye mély takarítást végzünk a matracunknál, meg is mutattuk, hogy hogyan kellene ezt. De hát akinek nincs ilyen készüléke, az ugye úgy oldja meg, hogy lehúzza nem a matracvédőt, hanem magáról a matracról azt a cipzáros húzatot, ezt beteszi a mosógépbe, majd a szárítógépbe, utána megszárítja, és hogy ő azt gondolja, hogy ezzel ezt a műveletet el is végezte. Igen ám, de ott marad a matracnak a cuccosa, amit én ugye úgy nevezek, hogy töltelék, vagy szivacs, vagy rugó, vagy bármi. Uh-huh. A szerkezete, igen. Hát akkor elég-e a matracnak a cipzáros húzatát lehúzni, kimosni és szárítani, vagy nem elég? Erre várnánk tőled a választ.
Igen, ezt múltkor próbáltuk nagyon jól kifejteni, és akkor abból a múltkoriból is tanulva, abból, hogy nem akarjuk ennyire elhúzni a történetet, hanem megpróbálok én is lényegre törően fogalmazni, meg nem akarok így csapongni össze-vissza. Nagyon jó kérdéseket írt meg egy hölgy, én is láttam, hogy az így fölírta, hogy akkor, hogy amikor ő kihúz, vagy lehúzza ezt a matracnak ezt a húzatát, Igen. ami neki szerencsére neki cipzáros, de nagyon sok matracnak nem cipzáros, hanem Nincs az is be van cipzára. gumba, és ennyi. Fix. Ez oké, hogy mossa, meg ezek egy nagyon jó dolgok, csak annyit kell tudni, hogy maga ez a porotka, ami egy, tényleg egy létező dolog, ez mindig is volt, van és lenni is fog. Ez hozzánk tartozik, ez szimbiózisban él velünk. Viszont nyilván itt a környezeti ártalmaknak, meg a nagy modernizációnak köszönhetően egyre több ember érzékeny sajnos ennek az élőlénynek az ürülékében lévő fehérje, ami a legsúlyosabb allergén anyag. És mivel hogy ez egy élősködő, tehát ez mászkál, ez a póknak a legkisebb leszármazottja, de nem rémizgetni akarok mindenkit, hanem ez nem csak a húzatban tud megülepedni, hanem ez megy a matrac szerkezetébe is. És ott igazából, mivel hogy ő egy sötétség kedvelő ez az élőlény, ezért ott potyogtatja magából ezeket a kis ürülék gömböcskéket, ami igazából allergizál, és ezt szívja be az ember nap mint nap, amikor lefekszik, és hiába azt gondoljuk, hogy lefekszünk az ágyba, akkor az úgy mozdulatlanul vagyunk, igen aktívak vagyunk álmunkba is. Tehát, hogy azért az ember mocorog, ha nem aktívan alszik, akkor fel kell, pláne, ahogy gyerek van, össze-vissza, hideg van, fölveszi a takarót, meleg van, leveszi. Tehát ezek a pici atrocitások bőven elég ahhoz, hogy ezek verődjenek föl. A más másik, hogy egy nagyon finom púderszerű ez a szerves szennyeződés, ami igazából ez a házipornak a 80%-át ezt teszi ki, amit mi termelünk. Tehát ez megint egy normális dolog, hogy az elhalt hámszöveteink, orpa, tehát mindenféle ilyen dolog, ezek létező dolgok, és ez egy nagyon finom sűrűségű, tehát ez nagyon a vízzel nem tud egyveleket alkotni, és arra is akarok kiukadni, hogy amikor az ember mossa ezeket a dolgokat, nyilván többfajta fokon is lehet mosni ruhákat, meg textíliákat, de ez a kis dög, ez a porokkal, ez mínusz 25-től plusz 55 fokig kibírja. És még a vizet is. Tehát, hogy nagyon... Nagyon szívos. Na igen, nagyon nehéz őt kiirtani, bár nem sokáig él egyébként ez az élőlény. És akkor itt van az, hogy a hölgy, amikor írta, hogy mondjuk rendszeresen kimossa ezt a matracnak ennek a, ezt a, ezt a védőhúzatát, ami nagyon jó, egyébként sokkal jobb, mint hogyha nem csinálná az ember, viszont magából a matracban neked is igazán, hogy a szerkezetében ugyanúgy ott marad. És azzal a kis videóval, amit fölvettem, azt csak azért akartam egy kicsit úgy prezentálni, hogy jó, hogyha az embernek van olyan porszívója, amilyen motoros fejes. Nem minden porszívónak van ilyen feje, de folyamatosan fejleszgetnek, hogy tényleg magából a szerkezetéből is, hogy kiüsse ezeket az élőlényeket, elhalt élő változatát, illetve nyilván ez az ürülékét, ami igazából a problémát okozza nagyon sok embernél. És amit ott mutattam is a videóban, azon a szalvétán, hogy mit szedtem ki, Igen. az nagyon érdekes, az egy fél éves matrac egyébként, tehát ez is nagyon brutális, hogy nem éves, meg 5 éves, meg 10 éves matracból, egy fél éves matrac, és ketten használják egy férfeleség, és ott is ugyanúgy lepedő van rajta, matracvédő, tehát használnak ők is sok mindent, és mégis mennyi mindent termelődött bele, és ez azért tud ennyire elszaporodni, ez az élőlény, mert az a páratartalom, hőmérséklet, amit adunk magunkból, főleg ez a téli időszak, ez a legrosszabb, ahogy nyilván megy a fűtésszezon, ez nekik egy tökéletes és ideális környezet. Mind életfeltétel, mind szaporodáshoz. És az elhalt hám szöveteinkből táplálkoznak, ami megint egy érdekessége, és ezt múltkor nem is beszéltem erről, hogy a bőrünk az zsíros. És ezt nem is nagyon tudnám megemészteni egyébként ez az élőlény, de a porotkával párhuzamosan így megjelenik a penész gomba, ami igazából erjeszti ezt az elfalt hámszöveteinket, így emészhetővé válik ennek az élőlénynek ezek a kis finomságok, ami rólunk húlik. És a másik oldalon van a probléma, amit ő kiad a másik oldalán, az ürülékében lévő fehérje az, ami nagyon sok embernél problémát okoz. Pont most volt egy nagyon kedves ügyfelem, még tavaly vásárolta meg. Régóta tudott már rólam,
kacérkodott a gondolata, hogy szeretne egy ilyen gépet, eljött a megfelelő alkalom. Tavaly megvette a készüléket, és képzeld el, hogy most bővítették a matrac porolóval, amit mutattam is a videón, mert kiderült, hogy a férjénél nagyon súlyos poratkallergiát diagnosztizáltak. És ez úgy derült ki, hogy nagyon nehezen jött ki a mostani betegségekből, tehát ilyen influenzából, vagy bármilyen dologból. Egyébként ezt nagyon sok helyen hallom a mai világban, hogy nagyon nehezen jönnek ki a megfázásból, egy influenzából, egy ilyen betegségből, tehát ilyen hónapokig szenved az ember, és valahogy állandóan ez a felső légúti megbetegedése volt, nem tudott normálisan levegőt venni, elment egy ilyen vizsgálatra, és akkor kihozták, hogy poratkallergiás, úgyhogy, de nagyon súlyosan, tehát ilyen négy keresztesen, és most bővítették ezzel a fejjel, hogy a matracokat is akkor így most már rendszeresen. És ott megmondtam a hölgynek, hogy nyilván szereti a férjét, hogy ezt ő most hetente fogja csinálni. Tehát minden ágynemű húzásnál végig szalad rajta. Nyilván, ha a szintet tart az ember, akkor sokkal egyszerűbb, és nem kell órákon át ezt csinálni, hanem sokkal egyszerűbb tényleg szintet tartani, hogy ne ülepedjen meg maga ez az élőlény a mélységekbe. Igen, mert hogyha azt veszük, hogy általában heti takarítási rutinunk van, amiben ugye beletartozik az alapos sporttörlés is, de ahogy letöröljük a felületeket, abban a minutumban vissza is száll, hiszen a levegőben is van por, tehát valójában a port nem tudjuk számozni az otthonunkból, sőt, a környezetünkből abszolút nem. De a rendszeres karbantartás, a rendszeres takarítással, igen. És sokszor azt gondoljuk, hogyha áthúzzuk az ágyneműt, netán még ki is mossuk, mit tudom én, időközönként, havonta egyszer magát a paplant is, tehát nem csak a húzatot, hanem a paplant és a párnát, meg ilyenkor ugye átporszívozzuk a matracot, akkor kitisztítottuk, kitakarítottuk az ágyunkat, de ez nem így van, igen, hanem valójában egy vastag matracnak a belső felületét is rendszeresen takarítani kellene. Ugye erről már beszéltünk, hogy takarítás vagy tisztítás, hát igen, nem mindegy, ezt is az előző videóban meg tudjátok hallgatni, de akkor ezek szerint, ha lecipzározzuk a húzatot, ha le lehet cipzározni, attól még a szerkezetben ott vannak ezek a élősködő élőlények, vagy nem tudom, minek kell őket nevezni. Igen. Ez bizony egy olyan mély takarítással lehet megoldani, vagy kivitelezni, ami egy ilyen ütögető mozdulatot tesz. Hát nem hiába a régi öregek is ugye a szőnyeget, a dunyhát, meg mindenfélét kivittek a szabadba, és agy neki ütögették, sőt a kisgyerekeknek az volt a feladatuk, hogy na akkor egész délelőtt itt ütöges, mert hát abban a mozdulattal tud kijönni ez is kosz, tehát ez is a kosszal jár, és igenis, hogy ezt rendszeresen meg kellene csinálni. Hát a legközelebbi beszélgetésünkben majd erről is fogunk beszélni, hogy mit lehet még tenni, de ezt meg kell csinálni. Meg kell, igen. És egyébként, bocsáss, még egy-két gondolatot szeretnék csak hozzáfűzni, hogy a hölgy, aki múltkor beírt egyébként, és nagyon jó, hogy beírt, mert hogy ő rendszeresen leszedi a húzatot. Csak hogyha nagyon szívére teszi az ember a kezét, a mai világban, hogy tényleg, tehát az emberek nincs már szinte semmire se ideje, hogy azért egy francia ágy méretű matracról, hogyha az egybe van, az az egész húzat, az mi meló leszedni, meg utána visszarakni. Tehát azért mert vannak olyanok, hogy olyan matracok, hogy persze, hogy akkor ketté van bontva, vagy 90-szer, mondjuk 180, vagy 200-as, de nagyon sok olyan matracok, meg az egybe van az egész, igen, és azért az egy kemény meló, az le a minden tiszteletem, akkor így a hölgyé. Sokkal egyszerűbb egyébként, nem csak ilyen fajta géppel, amivel én foglalkozom, hanem tényleg tehát olyan gépekkel, aminek vannak ilyen motoros fejei,
gyorsabban végig szaladni és rendszeresen karbantartani. A másik meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy én is mindig ezt szoktam mondani, hogy a régi öregek, hogy nekem is, hogy én félig vidékről származom, és nagyszülők mesélték, hogy pontosan, tehát régen is mindig szoktam kapni ezt a kérdést, hogy jaj, régen is felnőttek az emberek ebben a dologban. Igen, persze, felnőttek, csak náluk most probléma is van egyébként azoknál, mert kialakult valami allergia. A másik meg, hogy bocsánat, fölnőttek mellette, de ezzel ők foglalkoztak, csak manuálisan. Tehát, hogy a szalmazsákot, amin aludtak nem régen, gépesítve, így van. Azt kicserélték, aratáskó újra tömték, kimeszelték a házat évente, az egy fertőtlenítés volt egyébként, tehát nem véletlenül csinálták. Azért volt a hálószoba úgymond hideg szoba, mert azt nem fűtötték télen. Igen. Tehát egy orrnyergig betakaróztak dunyhába, és nem voltak ilyen problémák akkor, mint most, hogy penészedés, meg nem, mert volt levegőztetés a házaknak. Tehát azért mondom, hogy az öregek azért okosak voltak már régen is, tehát tudták, hogy mit miért ez fog így csinálni. Van. Nyilván most már egy modernebb hát a az egy dolog, világ. De attól még a műveleteket, a feladatokat el kell végezni, Igen. Persze természetesen lehet könnyíteni rajta, meg mindent ki kell használni, amit ez a modern világ ad nekünk pluszba, de a munkát nem úszhatjuk meg. Most mindegy az, hogy gépesítve vagy nem gépesítve, a munkát bele kell tenni ahhoz, hogy az otthonunkban valóban minden tiszta legyen, mert nagyon sokszor elintézzük avval, hogy mondtam is, hogy kiporszívóztuk egy héten egyszer, jó esetben, és akkor kezeinket mosjuk, de valójában avval, hogy gépesítve van minden, avval, hogy egy modern világban élünk, rettentő sok olyan negatív dolgot is behoztuk a világunkba, amivel meg kell küzdenünk, mint például a rengeteg por, mert hogy nem hideg szobába alszunk, ahogy te is mondtad, hanem fűtünk télen, a fűtés Igen. eleve még több port termel, tehát nem Hát hiába kell többet törölgetni, így így van. van, nem hiába kell többet port törölgetni télen, mint nyáron, ha nyáron pedig nyitott ablaknál alszunk, akkor kintről jön be a por. Tehát a por van, a port nem tudjuk megszüntetni, az az életünk részese, az életünk része, viszont a takarítást azt nagyon meg tudjuk könnyíteni, akkor, hogyha erre odafigyelünk. Igen. És itt is, ahogy mindig is emlegetjük, a rendszerességen van a hangsúly. Igen, igen. Egyébként is, meg amit te is nagyon jól csinálsz, és hogy te ennek a mesternője, vagy ezt még nem hogy mondták. Pontosan az, hogy a megfelelő technológiát kell használni, az, hogy ésszel essünk neki egyébként, mert pontosan te is, hogy ezt oktatod, és ezért szeretem egyébként mindig téged is nézni, meg hát nem véletlenül dolgozunk így együtt ebben a témában is, hogy tényleg a rendszeresség, illetve az, hogy mi miután következzen, és az, hogy a mai világban megvannak az a megfelelő technológiák is, amivel megkönnyíti az ember ezeket a munkákat, ami ezért valljuk be egy hálátlan feladat, Léna. Tehát ez a takarítás, ez a soha véget nem érő, mindig is lesz, mindig is csinálni kell. Igen. Amikor már vége az ember kezdhetni előről, tehát hogy ez Igen. Nem mindenki szereti ezt csinálni. Van, aki szereti egyébként magát a tevékenységet csinálni, de azért én így a 16 év alatt, amióta dolgozom így a cégnél, így megmondom őszintén, hogy azért a 90% azt mondja, hogy ez nem jó buli. mindig jót szoktam mosolyogni, amikor egy új ügyfél megkeres, és akkor elmondja, hogy mi a problémája, hogy általában a takarítási rutint szeretnék beállítani, mondjuk nem ebben kell kezdeni, de azzal jönnek, és akkor mindig megkérdezik, hogy jó, de ez meddig fog tartani? És akkor mondom, hogy életed Igen. végéig, akkor úgy ledöbben, hogy úristen, hát a segítségért jött, a segítséget megadom, de nem abban a formában, hogy jó, akkor egyszer megcsináltuk, és soha többet nem kell, hanem abban a formájában, hogy igen, rengeteg segítségünk van ma már, ami megkönnyíti a Igen. takarítást, de megúszni ezt a fajta feladatot, ezt nem lehet, de könnyíteni lehet rajta. Pontosan. Úgyhogy
Erre a kérdésre ezt tudtuk válaszolni. Be fogom linkelni nektek az első részt, magát a matrac mély takarításának a fontosságát, amikor beszéltünk róla. 2 hét múlva szintén jövünk egy másik kérdésre való válaszolásra, illetve, ahogy mondtam, ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg, illetve a későbbiek folyamán ugye nem csak matracot fogunk takarítani, hanem az otthonunk egész területét szeretnénk Ádámmal közösen kitakarítani, úgyhogy jönnek majd azok a takarítós videók, ahol ketten takarítunk, hogy kövessétek Ádámot is, Malek Ádám Forberg, ugye jól mondom, igen, oldalon, igen. De majd azt is betesszük ide, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, meg kövessetek be itt az oldalon, és megígérjük nektek, hogy jó bulit kerekítünk itt közösen a takarítás alkalmával. Ádám, szeretnél még valamit mondani? Igazából köszönöm szépen a lehetőséget, mert ennyit szerettem volna, meg így a hölgy, aki írt is egyébként nagyon jókat írt, hogy tényleg, tehát, hogy azok a dolgokat, amit ő is lát, meg amit mutattam, hogy ezt mindenki otthon, majd csak annyi, nem is házi feladatot akarok adni, csak annyi, hogy mindenki le tudja ezt csekkolni, hogyha valaki szeret mondjuk olvasni esténként, akkor így biztos, hogy van éjjeli lámpája az ágy mellett, és akkor ezt ilyenkor kapcsolja be, és csak annyi, hogy így egy picit, így üssön rá magasra, és rögtön jön a hóesés. Tudni fogja, hogy miről beszélek. Na, ezeket szeretnénk minimalizálni igazából. Tehát, ahogy te is mondtad, nem lehet ezt teljesen megszüntetni, nem lehet sterilitást csinálni, nem is akarunk, de ezt mindezt lehet teljes mértékben minimalizálni egyébként ezeket a dolgokat. Úgyhogy én már nagyon várom a következő jövő hét utáni keddet, hogy akkor így folytassuk ezeket. És akkor mondjuk el azt is, hogy érdemes kérdezni, mert olyan kérdések is felmerülhetnek bennetek, amik másnak nem, vagy más nem tapasztalta meg, de ti otthon küzdötök vele, és mi igyekszünk erre válaszolni. Így van, így van. Nyugodtan bombázzatok kérdésekkel, mert az a legjobb egyébként. Tehát nekem is nagyon sok tapasztalatom, nagyon sok háztartásban jártam, nagyon sokféle háztartásban lévő, tehát rendszert is láttam, és érdekes, hogy a takarítás mindenki azt gondolja, hogy egy ilyen hót egyszerű dolog, hát nem. Nem, nem, tehát ahány ezt háztartás, is tanulni annyi kell. Igen. És ezt is tanulni kell, bizony. Úgyhogy, bizony, és akkor bizony. Mindenre van valami tapasztalat ebben a dologban, ebben a témában. Így van. Jól van, Ádám, köszönöm, hogy itt voltál, jól beszélgettünk, ismét 2 hét múlva folytatjuk. Rendben. Szép estét! Sziasztok! Hello, sziasztok!